Sziasztok, Robin vagyok, és most bemutatom nektek a Csipcsup csodák Kalán néni, mint gyermekrabló. Kalán néni repülőleckét ad. És ugye ez egy képregény, harmadik szám. És hát még annó nem is gondoltam volna, hogy ebből képregényt fognak készíteni. De nagyon jó. Úgyhogy örültem, hogy így még gyerekkoromban vettem három számot, nem az összeset, csak három számot, de nagyon tetszett. És úgy emlékszem, hogy mintha azért egy-kettő így a rajzfilm alapján is készült, bár nem biztos, nem vagyok ebben biztos. De nagyon jó. Én szeretem. Lehet, hogy most lesz is kedvem az internetről így megnézni rajzfilmeket róla. Tényleg nagy kedvet ad, vagy hoz nosztalgikus élményt. És akkor van még két szám, ez a negyedik száma, Csipcsup csodák, a titkos kert, a léghajó. Szóval két történet van. Benne. És itt van ugye azért hagyja magán a kanalat, mert tulajdonképpen, ha jól emlékszem, azzal változik, ilyen összezsugorodik, na. És úgy vissza. És akkor hát mindenkin segít tulajdonképpen. Nagyon aranyos kis mese. Úgyhogy érdemes majd interneten rákeresni, biztos vannak róla. Ez a hetedik szám. Úgyhogy ilyen, hogy is mondjam, eseménydús ugyancsak, és csupa izgalommal. Mindenkin túljár az eszén. Mindenkinek az eszén túljár. Úgy mond. Nagyon jó. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó bemutató. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!